Most jön az a rész, hogy el fogom pucolni a Cartert, Cartiert, leszedem ezt a sok dzsuvát a mágnesekről, kicserélem a tömítést, és fel fogom helyezni ide a Cartert szépen. Ez így egész éjszaka lecsöpögött, úgyhogy gyönyörű szép tiszta lett. Még féktisztítóval egy kicsit elmosom. Szeleptömböt nem bántom, mert a váltó alapjaiba jó. Az olaj is nem olyan dzsuva benne, ha látható, tehát eléggé szép színe van. Úgyhogy nem fogom bántani a szeleptömböt, mert valószínűleg már volt cserélve, tehát egy igényes gazdától származó gépjármű, kérem. Annyi, hogy egy kicsit látszik, ugye, hogy azért szivárgott az olaj. Itt van egy minimál ilyen olajpára, ami innen származik szerintem, úgyhogy nagyon nem kell bontást eszközölni a gépjárművön. A szokásos gumipók technika az működik, látjátok, faszán, ahogy kell, ki van oda feszítve, nem túl feszes, tehát hogyha még ki is akad, akkor nem fogja kibaszni a szememet. Közben itt vásároltam egy ilyen faszajó alkatrészmosót, amit majdnem megdögöltem, mert olyan büdös. Oda nézzetek, fasza feszes, jó cucc lesz. Gumikesztyű, zárt, kabinos, annyi, hogy ki kell vernem a falat, mert ugye a szellőztetőjét azt a motor ugye itt van, és ezt ki kell majd itt vésnem, hogy kivezessem a felesleges gázokat, hogy ne dögöljek itt meg benne, meg benne itt a kis helységembe. És mehet a professzionális car fixing and cleaning. Na, most jön az a rész, hogy az ilyen kis extra szennyeződéseket leszedem. Ez már nekünk ide nem kell, mert az új tömítést el fogja tartani. Az oxidáció very big problem in these vehicles. In these vehicles, very big problem corrosion. The corrosion. Itt is lepucoljuk. Az éretlen felét használjuk. Mert ugye belevágunk az alumíniumba, aztán nézzük, mint a Lucky nyúl. Bátyó, hát nem folyik a Carter. Oh. Jön a spiccolás része, spiccen spiccen. Na, meg van pucolva a Cartier. Ha megnézzük, azért itt látható, hogy a korrózió majdnem csak győzött, főleg itt. Nézzétek csak. Pont a tömítő élnél, ahol van a tömítés, nézd. Ott meg van korodálódva. Sajnos. Das ist problem. Most fogom és itt vékonyan megkenem a felületét. Paszta. Így, látjátok? Így végig kis ujjacskámmal így végigkenem. Oda nézzetek, originál hiteles Noé bárkája. A fenn is van a Cartier. Cartier fenn van, szépen le van húzva. Mindegyiket leúztam érintőre, majd átlóba szépen lehúztam fixre mindegyiket. Felütközés után még 90 fok és kész. Ennyire egyszerű. Most fel fogom tölteni az alapján, hogy megmérem ezt az olajat, hogy ez mennyi. És szépen itt, ezen a részen fel fogom tölteni, mert ide be tudok csatlakoztatni egy olyan pumpát, ami fölnyomja az összes olajat. Most nem ennél a csavarnál fogom a szintet feltölteni, mert járatni kell a motort ahhoz, hogy belőd a szintet. De mivel a váltó tökéletes volt, nem volt semmi baja, finoman váltott, jól váltott, ahogy kell, ezért én a megmért mennyiséget fogom visszapótolni, max rárakok egy decit pluszba, hogy biztos legyen a dolog, vagy két decit, mert ugye azért valamennyicske elcsöpögött itt egész este, az este folyamán, úgyhogy ennyi. Túlzásban nem kell vinni itt azt, hogy hú, milyen pontos melegen járatni. Egyébként hidegen is szoktam itt belőni a szintet, de mivel mondom, jó a váltó, ezért nem fogok itt most különösebb dolgokat eszközölni. Úgyhogy fasza feszes lesz így is. Már nagyon elhaladtam itt ez mellett. Tehát ez, tászízt, még ugyan nincs. Nincs szét lyukadva, meg eltörve, de hát el lesz. Úgyhogy szerintem eszközölni fogok egy ilyen replacementet, mint itt valaki már alkalmazott egyet. Úgyhogy berakunk egy flexi csövet. Mit szóltok hozzá? Ezt már ugye egy kicsit nehezebb visszarakni a helyére, mert nem pont úgy van meghegesztve. Úgyhogy majd erzen a felé, majd törekszek arra, hogy ugyanúgy visszamenjen. Itt azért egy kicsit feszíteni kell, hogy visszatérjen a megfelelő pozícióba.
Baszki! Ezt a csavart kerestem. De mindegy, mert találtam a helyére másikat, úgyhogy elég faszán érezkedni fog itt minden. Ez megy vissza a csavaros dobozba. És akkor itt ezt el fogom most vágni, szerintem. De ki voltam ugye az az agyoniskolázott idióta, aki így talál ki valamit? De most őszintén ezt... Kifolyik az agy velem. Na, majdnem megvan a kipufogó. Flexi beegesztés, kérem szépen, egy kicsivel nagyobb, 5 mm-rel vastagabbat kaptam, mint az originál, de hát figyeljetek, nem olyan rossz. A bugyborék hegesztés az egész jól alakult, hál' Isten. Jó napot, test drive kisúrnak, személyesen Dögvésztől. Nézzétek, milyen szép tiszta lett, kitakarítottam. Ki van takarítva a temető, mondjuk zene nincs benne, amit hiányolok, mert beszart a rádió. Szóval nem tudom, mi lehet vele, még bekapcsolt nemrég, de most már nem. Sportba kell használnom, mert sajnos alacsony fordulaton ver olyat a váltó, hogy kiesik a motor. Na, amúgy teljesen jó, mert ha kirakom üresbe, ezek a kertbe is jó lesz így hallgatni. Ezt a jó hangot. Úgyhogy Bence írt nekem. Képzeljétek arról, hogy van neki egy Mitsubishi-je, és hogy zabálja az olajat. De olyan szinten, hogy valami nagyon kevés kilométeren nagyon sok olaj, tehát mit tudom én, 500 kilométeren 7 deci. Tehát mértéktelen. Tehát amikor egy szelepszál szimmelinged van, akkor az azt jelenti, hogy mit tudom én, szelepszál szimmeling probléma, az azt jelenti, hogy mit tudom én, 10.000 kilométeren megeszik egy litert. Akkor azt mondom, hogy szelepszár vagy valami átfolyás probléma van. De mikor nagyon nagy az olajfogyasztás, akkor én inkább azt mondanám, hogy ott kartergáz probléma van, és ezt említettem is Bencének, aki képzeljétek el, hogy ahelyett, hogy hát mondjuk már kiajáltam neki, hogy mennyi lenne, meg hogyan lenne, de aztán közben ő megcsinálta. Úgy hallottam, hogy kipucolta a kartergáz szűrőt, és ez megszüntette az olajfogyasztást. Úgyhogy nem mindig a kék füst nem mindig azt jelenti, hogy szét kell bontani a motort, hanem mint ennél is, ha láthattátok, egy turbót kellett ráraknom, és megszűnt az olajfogyasztás. Nagyon jó a menet teljesítmény, kérem szépen, német autópálya sok. Így áll, moslékos bödön. Igen, iszod a izét. Traubi szódát. Heroin levet Pablo Escobar szájából. Idd meg. Hol vagyunk? Figyeld ma, hol vagyunk. Át kell várni csak 4K-ra, mert ez fos gyenge ez a kamera. Figy Mali. 4K-ba már így feltűnően jobb lesz, figyeld. Trianon, menj már fejedet onnan, te elő testvérem. Na, hogy rágja ki az alsógatyád? Ott a néni nézegeti a trianoni emlékművet. Felvidék. Kárpátalja, trianoni emlékpark. Hol vagyunk most, Danikám? Éces Sopron szélén. Na, ott a jó Suzuki-a. Hídig az olimpikon lába, köcsém. Kis. Mennyi alatt futottál a százat? 10.32. Nem, az a 400, nem? Nem, az 46-98. Ti, hát tehetek, az olimpiai bajnoklábak. De már kiöregedett, vén bakkecske lett belőle, úgyhogy... Most már csak biciklizni tud. Ökoturisztikai látogatóközpont. Öcsém, ökoturisztikát, ökobioturistáskodunk. Turista szalámi. Mondjuk szemetet eldobálják, mert ilyen trógerek, figyeld. Hulladéktelepet csinálnak itt mindenből az emberek. Kőhalmi Vadászati Múzeum. Hú, mert ez nagyon fontos a vadászat. Tehát, nem tudom, ez a vadászat, ez nekem sose jött be. Gyilkolni. Gyilkolás. Jöhettek művelődni, feltéve, ha tudtok helyesen olvasni. Apáim forró vére folyt, és Isten törögre. Na, bátya! Ebből kell kihelyegeszteni a zsukkot, te. Ez anyag. Acél, ötösből ki van vágva. Ez jó, egy kazánlemez. Szedd le, aztán hegesztünk belőle a kazán. Az meg tényleg, ez kemény. Igen. Ez
Peaky Blinders-be ilyenekbe verik szét egymás fejét. 1989 is the csodák éve. It's coming. There's a huge Marvin border, look. Border collie. Aba Österreich, Republika. Österreich Republika and go through the door. Very big door. Végdor. Az erdőt be kell hozni az akadémiára, fiúk, lányok! Itt vagyunk Österreichban, az autóbánon. Most megnézzük, hogy előzésnél mit fog csinálni a gépjármű. Österreich autóbán. Nagyon szépen felveszi a tempót a gép. Ennyi.